Senki nincs már ébren. Igyunk meg most még egy utolsót. Baszd. De illik hozzá, bazd meg. Illik, igen. Mindenben illik hozzá. Legyen. Legyen. Na, jó van. Szevasztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Na hát, és gondolhatnánk, hogy nekünk könnyebb erről beszélni, mint a srácoknak megírni, amúgy ez így van. Minden bizonnyal így van, de én azért hozzátenném, hogy szerintem az utóbbi évek egyik legnehezebb kibeszélője lesz ez most. Igen. Igen. És messziről futnék neki a történetnek. Ugye, mikor elkezdtek kijönni az első dalok a Tomival a mikrofonnál, akkor nem alkottunk véleményt, és milyen jó tettük. Utólag egyébként igazolta az élet, hogy nagyon jól tettük, mert szerintem ez nem annyira, hogy hívják az ilyen kulisszatitok, bocsánat, nem akkora kulisszatitok, hogy nem voltunk elájulva az első egy-két daltól, amikor kijött. Igen. Mert elismertük ugyan, hogy az AVS még mindig kurva jó, meg azt is, hogy a Tomi nagyon jól énekel, csak valahogy a kettő nem találkozott. Igen. És meg kellett születnie ahhoz ezeknek az újabb daloknak, és ennek a lemeznek így együtt, hogy nagyjából megértsük, hogy mit is akartak, vagy mit is akarnak a srácok. Igen. Hát az elejétől tudott volt, ugye, hogy ők folytatni akarják, illetve hamar eldőlt, hogy ők folytatni akarják. Az énekes kiléte akkor még nem volt tuti. És később, amikor kijöttek az első dalok a Tomival, akkor azt lehetett érezni, hogy keresik így a kollaborációba a potenciált. Hajd, de szépen mondtam, bazd meg. Na, tehát arra értitek, tehát, hogy még a zenekar is picit, most a lemez tükrében beszélek, hogy még a zenekar is picit rozsdásnak bizonyult, tökéletesen érthető egyébként, és a Tomi is kereste a helyét. Volt ott némi Julián a Fréniából, némi Bölcsföldi Zoli Gleszky, tehát így kereste a Tomi, hogy hol van az ő helye az egyenletben. És némi wannabe őrs. Igen, és egyébként a wannabe őrség szerintem a lemezen is jelen van, nem bántó mértékben. Néhol. Néhol jelen Néhol. Van, pont annyira, hogy én el tudtam fogadni a konzisztenciát. Bocsánat, Bogár. Tehát, igen. Láttam, igen, itt van. Tehát el tudtam fogadni azt, hogy ez egy történet folytatása. Uh-huh. Igen. És én ezt nem, hogy mondjam, ezt nem őrsvanabiségként éltem meg, hanem hogy autentikusságnak. Tehát, hogyha máshol is volt már olyan, hogy énekes cserélt egy hót ismert zenekar, és beszállt az új srác, és eleinte úgy hozta magát, mint az előd, uh-huh. Aztán későbbiekben meg nyilván nem a császár. Bocsánat. Tehát itt is lehet, azért jó, hogy megvártuk a lemezt, mert teljesen más dimenzió. A kökényes Daniéknak a dalszerzői nagyságát szerintem mutatja az, hogy tényleg az odaát meg a ketten képzeletbe, így a lemez egészét nézve, a lemezt azt a kilépőig tekintjük mi, majd erre kitérünk. Igen. De hogy a lemezt tekintve tényleg ilyen alapra vett 1.0-ás biztonsági daloknak tűnik az odaát és a ketten képzeletben. Nem akarom ezt túlragozni, mert megértem az okát. Nyilván volt oka, és tisztán értjük. Attól még a véleményünk ez. Igen. És amikor jöttek tényleg az új dalok, a fény nélkül, meg a nincs árnyék, amik már tudod, hogy a lemezre készültek. Tudott volt, hogy oda, annak a részei lesznek. Ott már igazából mi is kezdtünk jobban megnyugodni. Nekem ott a klippek jobban tetszettek, mint a dalok. Igen. És ezt amúgy továbbra is tartom, hogy én nálam ott a Senki nincs már ébrennél kezd ébredni a lemez. Nekem az első két dal az még ahogy... Nézed meg, most, hogy igen. Beszélsz róla, bassz meg. Évdala van. Tehát, hogy nekem az első két dal az még mindig ilyen útkereséses, ilyen
ilyen kicsit 1.0-ás, és a senki nincs már ébrentől kezd megjönni az, hogy ötletek vannak pakolva, dallamok vannak pakolva, mélység van, és most nem csak a gitárokra értem, hanem mélység van pakolva a dalokba. Nekem az első kettő az még mindig nem igazán működik, onnantól viszont cson nélkül. Tehát onnantól megjövünk. Igen, igen. Értem, mit mondasz. Én is ugye az első két dalt részint azért, mert ugye sasoltuk, meg részint azért, mert ugye ismertük már korábban, tehát azon én is úgy átmentem, hogy jó, hát ismerem őket, első két dal, és megjött a Senki nincs már ébren. Másfél óra volt, mire helyre tettem, hogy a Northlane-től a Bloodline, ahogy kezdődik, engedjük el, mindegy. De amikor megjön a refrénbe a Stefán Tomi, hát uram, nekem most, nekem ennél, annál részni esett le a refrén közepénél, hogy ez a srác mitől akkor a truváj? Hogy mit olyan geci jó énekes. Amit ott előhúz, komolyan mondom, vakolnom kellett a plafon, mert a karszőr így vus, instant kicsapta. Azzal, tehát a tegnap délutánon vakoltam a plafon. Nagyon nagy, nagyon nagy az a dal. Igen, és olvastam több olyan kommentet is egyébként, hogy, hogy lehetnének nagyobb refrének, és lehetnének, de az már megint egy kicsit vanabiség lenne. Tehát szerintem így, hogy a Tomi egy teljesen más irányból közelíti meg, mint ahogy mondjuk az Őrs tette, az jót tesz a zenekarnak. Tehát függetlenedik attól, ami volt, és megy arra, ami lesz. És igen. Ez igazából jó. Igen. Ez igazából kurva jó. Ettől függetlenül nem fogom önmagamat megtagadni, és én is az egyből odacsapós, hatalmas direkt refréneket imádom, és azok, amik úgy beleragadnak a hallójárataimba, hogy a büdös életbe ki nem vakarom őket onnan, ezeknek többet kell adni. De egyébként pont a Senki nincs már ébren, az tényleg egy olyan refrén, ami úgy megjön. És szerintem én pont emiatt is éreztem azt, hogy itt jön meg a lemez, hogy végre van egy refrénünk, egy igazi nagy refrénünk, de nálam egyébként ez a pillanat, ami nálad ez a dal, nálam az Otthonnak a vége. Az egész Otthon igen. dal, de, igen. de a vége igazából, ami... hogy lehet, hogy képzeletben ennyire szépnek látlak, vagy hogy van az a sor a végén, amit ott többször elmondanak, na az olyan. Igen, igen, az katartik. Az nagyon olyan, hogy megőrülsz, megvadulsz. A szóló a csend életben van, vagy abban van az is? Melyik szóló, attól függ. Mert a szaxi szóló az nem a... Nem a szaxi nem? szóló, nem a szaxi szóló. A szaxi szóló az... Fú, nem tudom, melyikben van a szóló. Megmondom. Én úgy emlékszem a csend életben. Lehet, hogy a csend, de az a másik olyan dal, ami megőrülsz, igen, megvadulsz. Igen, igen, nekem is az Otthon csend élet, ez kiemelkedett. Igen. Még a lemezen, a szaxi szólóra meg külön kitérnék. Tehát épp kezdett volna az meg ilyen... Charlie utazás az ismeretlenben, meg ilyesmi feelingem lenni így a szaxofon kapcsán, mert pont ilyen 90-es évek eleji magyar muzsika, vagy magyar popzene hatása volt, és azt elkezdett retreppelni az ember. Igen. Az egy kicsit fura volt, ott elröhögtem magam. Igen, ezt már tudom, nagyon sokszor elmondtam, de hát ha egyszer átmegy, Vesző paripa, az reppeljen, aki tud. A Tomi gyönyörű szépen énekel, tényleg zseniálisan le a kalappal. Igen. Tanulgatja tök jól a hörgést is, meg a kiabálást, oké. Okay. A reppet azt ekengedni, nem kell. Egész egyszerűen így kikönyököl az egészből. Tehát nem kell. Szerintem, de ez nyilván szubjektív. Én is pont ugyanígy voltam, hogy na, szaxofon, hát otthon vagyok, hát imádom, igen, és imádom, akkor így... Ja. Azért nagyon kár, de én még harmadiknak egyébként a kilépőt hozzátenném, tehát, hogy... Akartam pont. Ott a refrén is nagyon zseniális, és tényleg, ahogy levezeti az egész lemezt, az is zseniális. Igen. Na és itt kanyarodnék rá arra a kérdésre, hogy most akkor az utolsó három dal, oké, hogy mi nem tekintjük a lemeznek,
de ugye a promó szövegben az volt, hogy a három már megjelent dal, és 9 teljesen ismeretlen nóta fogja alkotni a lemezt. Igen. Tehát, ugye... Hát ez igazából így is van. Ez így van, csak viszont, hogyha hozzá kapcsoljuk, hogy a lemez részei, akkor viszont egy hatalmas produceri baki. Hogy egy ilyen gyönyörű lezárás után még odabaszol 3 dalt. És értem, hogy azok egy másik korszak másik dalai, de akkor minek rakjuk föl? Nem, én ezt hajlamos vagyok engedékenynek bizonyulni, nem azért, mert AVS, tehát nem a név miatt, azért ezt szögezzük le, hogy nem azért dicsérjük ezt a lemezt, mert az AVS-nek a szentehén mi voltját tartjuk szem előtt, mert nem. Azért dicsérjük, mert ez a lemez saját jogán jó. Ugyanakkor, amikor a Bullet for My Valentine Fever-ének van egy olyan verziója alaplemez, és végére van baszva a Road to Nowhere EP. Igen. Valami Deluxe Edition, igen. Vagy mi a tököm. Na, én itt is valami hasonlót képzelek el, és úgy is kezeltem az odaától kezdődő 3 dalt. Értem, csak akkor ezt tegyük egyértelművé. Most... Jó, Spotify-nak, én nem vagyok hajlandó a Spotify alapján hitelkezni, az egymás után basz minden. Tehát, a hogy... YouTube Musicon is így van. De ettől függetlenül ezt nem hibának tekintjük. Tehát... Én hajlamos vagyok engedékeinek mutatkozni a magam részéről. Én is, nyilván, tehát persze, nyilván. Csak én a magam részéről úgy vagyok vele, hogyha innentől idáig elmondok egy történetet, akkor már nem írok még 3 post-scriptumot, mert minek? Tehát, hogyha az a történet az így kerek és így le van zárva, akkor már fölösleges. És ez mindösszesen tényleg csak olyan szempontból, hogy mindenki így fog hivatkozni a lemezre, és nem úgy, hogy volt az a lemez, meg az a 3 dal. Tehát érted, mit mondok? Értem, mit mondasz, és valamilyen szinten értem is, hogy ide kerültek meg, nem is, mert egy adott korszakot lezárnak ezzel a lemezzel. Hát, vagy nyitnak egy újat. Igen. De az a 3 dal meg ugye az átmenet, tehát, hogy hogy akkor kezdődhetett volna azzal a 3-mal, ugye? Pont erre fejembű kimennyi, pont köszönöm erre gondoltam szépen. Egyébként, amúgy teljesen valid az elképzelés, és akkor mert a kilépő annyira gyönyörűen meg van csinálva, ott van a végén az outro jelleg, és így néztem, mélyen utána még bármi. Igen. Nem az, hogy az előzőbb, hogy bármi. Nem. Igen. Ott egy lemeznek vége van, és mondom, én ezért kezelem így, hogy fények nélkültől kilépőig tart nálam a lemez. Az meg a bemutatkozó, a Stefán Tomis felállás bemutatkozó dalaival egy EP oda rakva a Deluxe Editionbe. Én így kezelem a lemezt. Igen, kezeljük így, na. Én így kezelem. És jó, kikötözködtem magam. Szerintem, igen, jó. Beszéljünk egyéni teljesítményekről, azt gondolom. A Tomiról van-e még valami, mert őről már beszéltünk? Nyilván ugye a dalszövegek a másik olyan sarkalatos pont, amiben ugye az Őrs kivételesen erős volt. Nehéz erre mit mondani, mert nincsenek nagy bakik a szövegekben, meg kijönnek, meg fasza, meg minden. Szokni kell még. Igen. Én azt mondom, hogy szokni kell még, de nem az, hogy csúfosan elvérzik, és ez igazából már egy kurva jó kezdet. Én alapvetően elégedett voltam a szövegekkel. Egy-két csálé rím akadt, de... Az mindig is de... megvolt az AVS-be. Az persze, de meg ugye unblock a magyar szövegekben majdnem mindig, ja, ahol igen, megvan. Igen, igen. De engedjük is ember összességében. A képeket is nagyon jónak találtam, a mondani valót is nagyon jónak találtam, a fogalmazásmódot is nagyon jónak találtam. Tehát szövegileg abszolút nálam mondjuk azt, hogy 90%-ig rendben van a történet. Ja, legyen. Figyelj, ha én egyetlen dologba tudok belekötni, de abba kőkemény, hogy eltűnt az összes dallamgitár. Nincs, nem létezik, mintha nem is lett volna. Pedig direkt visszahallgattam az összes lemezt, és tele van dallamgitárokkal. És itt meg nincs egy darab se. Mert ugye átvette a kezdeményezést az elektronika, értem,
de ahhoz képest meg az elektronika elég vékony, hogy ne lehessen mellette dallamgitár. Tehát, hogy ilyen szempontból nálam a lemez leges legnagyobb negatívuma, hogy nincsenek dallamgitárok. Konkrétan nincsenek. Egy darab se. Fájdalmas. Büszke gitártulajdonosként mondom, hogy ez fájdalmas. Én ebbe is más álláspontot képviselek egy picit, mert én valamilyen szinten képes voltam ezt, úgy tekinteni ezt a lemezt, hogy AVS, de mégse. Tehát, hogy nem a korábbiak logikus folytatását vártam, és lehet, hogy én ezért nem ütköztem meg annyira azon, hogy nincsenek most dallamgitárok. Lehet, hogy a továbbiakban nem nagyon lesznek. Lehet, hogy ez egy olyan lemez, mint ahogy a Metallicánál volt a Saint Anger, nincs egy fél gitárszóló rajta. Értem. És nyilván itt van gitárszóló, nem azért csak megközelítés. Érteni, értem. Csak a még egy electric cowboynál. Ott van annyi elektronika, hogy ne hiányozzon egy dallamgitár. Itt nincs. Aha. Uh-huh. Vagy egy, nem tudom, egy Slaves-nél van annyi vokál, hogyha nincs dallamgitár, ne hiányozzon, itt nincs. Értem, amit mondasz. Tehát hogy értem a döngöldét, meg hogy még lejjebb hangolunk, meg mindenkit a föld alá döngölünk, ez tök jó, csak valamikor kell a feloldás. És nem jön. Ilyen szempontból én nagyon hiányoltam a dallamgitárokat, de tök egyéni vélemény, tehát hogy... Értem, mit mondasz, és valamilyen szinten igazad is van, viszont én úgy hallottam a lemezből ezt az egészet, hogy bejött egy olyan elem, ami ilyen mértékben eddig nem volt nagyon tapasztalható az AVS-nél. Tehát az a komor, szinte már nyomasztó atmoszféra, ami az egészet áthatja, ilyen szinten még nem éreztem egy AVS lemezen sem. Megvolt már persze, de ilyen, tehát úgy éreztem, hogy maga alá temet a lemeznek a súlya, atmoszférája, és teljesen azt kell mondjam, hogy az így van rendjén, mert hiteles a srácoktól, mert visszaadja pont azt a komor korszakot, amin keresztül mentek. Én emlékszem egyébként az előző lemeznél is pont azt mondtam, én nekem az volt ott az érdekesség, hogy elkezdték ugye a fekete részemmel, az X/0, lakatlan ember, hol voltál, és egy ilyen mocsokkomor, igazán sötét, fekete víziót, meg mindent így szövegvilágba fölvázolt, és utána megjött a, nem tudom, éjjeli menedék, vagy nem tudom, tehát egy ilyen kis rádiókompatibilis, tingli-tanglis dal, aha, és nekem az ott furcsa volt, és most viszont meglépték tényleg azt, hogy igen, elejétől a végéig a buskomor sötétség. De nem az az éjfekete, ami nem az a mordori. Mert a fekete rész ennek az első pár dala az tényleg az a mordori búskomorság, amikor fekete felhők vannak az égen. Itt viszont én ezt a hát sötét felhők, de inkább ez a szürkébe menő, és akkor aha, így, tehát én ezt a, mondjuk amikor így vihar után így oszladozik így az egész. Nagyjából én úgy ezt az állapotot metaforizáltam, úgymond a lemez hallgatása közben. Tehát amikor már megvolt a vihar, és kifelé jössz belőle. Lehet, hogy a következő lemezen pont azért lesznek megint dallamgitárok, mert ez már megint egy kijöttünk a viharból, és összeértünk, mint zenekar, és tök faszák vagyunk. Nem tudjuk, merre indul az egyébként ez még így logikusnak is hangzik. Nem tudom, én csak hangosan gondolkodom, tehát nem állítok biztosan semmit. Csak hangosan gondolkodom a lehetséges kimenetelekről és hipotézisekről. Csak itt kibicelünk. Igen. Ja, de egyébként, tehát ha egyéni teljesítmények, mindenki hozza azt, amit eddig is hozott, kurva jó. Tehát igen. Szerintem az AVS az utóbbi, hát az Eurovízió óta egy olyan profi zenekarrá művelte ki magát, hogy ott nincsen hiba. Tehát érezhető egész volt ott egyébként rajtuk, hogy ott azért tényleg szintet léptek, és ezt feszességben, óraműpontosságban is nyilván meg kellett ugrani, és maradéktalanul sikerült is. Én dobosként nagy örömmel hallottam, hogy a Roni mennyi apró finomsággal rakta tele a lemezt, ezúton is jobbulást kívánok a kollega úrnak. Hallottuk, hogy
balesetet szenvedett. Reméljük, ha közel a visszatérés. Tudod, ki ugrik be? Azt hiszem a Süli Tomi ugrik be. Ki a másik? A Tianzenből ugrik be. Igen. Meg még valaki. Én a Tomiról tudtam. Két beugrós dobos van. Én a Tomiról tudtam, nem tudom. A másikat most meg nem mondom, de igen, tehát, ja. Csak megint szubjektív dolog, mindenkinek van olyan dolga, mindenki számára van olyan dolog a világon, amit büntetlenül megtehetni, akkor írmagját is eltörölni. Ja, igen. Nekem ez a pergő sound az. Igen. Hát amikor a senki nincs már ébren végén, így negyedre vágja neki a Roni. És tényleg ez a... ilyen hang. Én meg így... Az jut eszembe, amikor a Rural lemezt vettük föl, legutóbbi az LP-ket, és meghallgatta az első vagy második keverést a Makkos, és elkezdett könyörögni, hogy legyen már mélyebb a pergő, légy, mondtam, hogy nem. Nem, kurvára nem. Hát igen. A 8-as tamot így is levettem, ezzel kedveztem a Stoner Sludge, áldoztam a Stoner Sludge oltárán. Bassza meg. Ja. De ennyi. Ja, nagyjából, hát ilyen 20. Ja. Jó, hosszú lett, de volt is miről beszélni. Így van, így van. Kevés ilyen zenekar van Magyarországon, akiről ennyit szerintem tudunk így beszélni. De az AVS meg olyan is, akiről érdemes. Igen, úgyhogy, igen, tehát ez nagyon fontos. Úgyhogy kalapemelés, rácok. További. Hát most már nem azt mondom, hogy kitartást kívánunk, hanem most már tényleg inkább mi mit kívánjunk a srácoknak? Boldogságot? Vagy éljétek meg, ahol vagytok? Vagy nem tudom, hogy, mi mit kívánjunk a srácoknak? Hát én azt kívánom, hogy érjenek végképp össze, és találják meg így jöttön a saját útjukat, és őrs egész biztos, hogy büszke rátok, hogyha ezt a lemezt hallja a srácok. Tehát ez a borítom mondjuk így a... Ja, igen. Láttátok a legszórakoztatóbb nyomorborítót a téveszmétől, ugye? Igen. Gyanítom, hogy igen. Igen. De egyébként így nyilván az AVS sose volt a legeredetibb zenekar az egész világon, tehát örülünk, hogy van AVS, legyen még sokáig AVS, és ugye a lemezszínre reflektálják, nekik sikerült szerintem. Így van. Így, ez jó végszó. Igen. Úgyhogy kösz, hogy itt voltatok. Srácok, írjatok véleményt, aztán legközelebb jövünk. Írjál, iratkozzál, nyerjél! Ciao. Sziasztok!